Következő gyakorlatokkal pedig a derekunkat mozgatjuk el, illetve megpróbáljuk egy picit a medence alapi izmokat is átmozgatni. Jó? Beleszorítjuk a derekunkat a talajba, billen a medencénk, és most a medence alapi izmokat megpróbáljuk befelé-fölfelé húzni, és visszaengedjük. Jó? Szorítjuk a derekat a talajba, billen a medence, és elképzeljük, hogy van a hüvelyünkben egy lift, azt húzzuk befelé-fölfelé, megtartjuk, és visszaengedjük. Jó? És szorít a derék, billen a medence, húzzuk befelé-fölfelé a medence alapizmokat, és elengedjük. Ezzel a gyakorlattal, tehát azokat a bizonyos gátizmokat, amikről már beszéltünk, azokat is dolgoztatjuk. Szorít a derék, és most megtartjuk itt 5 másodpercig. 1, marad lenne a derekad. 2, 3, 4, 5, és vissza billen elengedjük, ellazítjuk. Tehát a derekadnak lent kell maradni a talajon, nem kell fölemelkednie, és utána visszaengeded. Csípőt kell billenteni, így van. Keresztcsontot jól beleszorítani a talajba, megfeszülnek a farizmok, medenc alapizmok dolgoznak, és visszabillentjük, jó? Még egyet ebből. Szorít a derék, billen a medence, és tartod. 1, 2, 3, 4, 5, és elengedjük, ellazítjuk. Következő gyakorlatnál már el is fogjuk emelni a derekunkat a talajról. Tenyereden a talpadon jól támaszkodjál stabilan. Jó, és ugyanígy elindulunk egy medence billentéssel, csak utána tovább emeljük a medencét. Tehát beleszorítjuk a derekat a talajba, billen a medencét, elkezdtek dolgozni a medence alapizmok, az úgynevezett gátizmok, és kezdjük elemelni a derekunkat a talajról, csigolyáról csigolyára a hátad, egészen magasra föltoljuk a medencénket, karunkon, bálunkon, talpunkon támaszkodunk. És lassan, fokozatosan csigolyáról csigolyára visszaengedjük a hátat, a derekat, és csak utána billented vissza a medencédet, és engeded el vele együtt a medence alapizmokat is. Tehát szorít a derék, billen a medence, emelkedik a keresztcsontod, gerincoszlopot csigolyáról csigolyára, tolod egészen magasra, fölött megtartod, és lassan engeded vissza a hátadat, a derekadat, és visszabillented a medencét. Rázd meg a combjaidat, jó, ha bírod, akkor 7-8-szor megcsinálod a gyakorlatot, utána mindig lazítani kell a combokat. Jó? Még egy csípőkörzést csinálunk, továbbra is támaszkodunk a tenyerünkön, talpunkon, elkezdjük emelni a derekat, hátat csigolyáról csigolyára feltoljuk magasra a medencét, és most itt eltoljuk jobbra, leengedjük a talaj felé, átoljuk balra és föl magasra. Akkora kört, amekkora ma jól esik neked, törekedj a maximumra. Jó, a mai nap, ami éppen sikerül, egyik irányba és a másik irányba is. Gyakorlatok közben mindig figyeld a testedet, lehet olyan nap, amikor többet meg tudsz csinálni, lehet, amikor kevesebbet. Tarts tiszteletbe, mit jelez a tested. Letesszük. Ezeket a gyakorlatokat, amiket eddig csináltunk, lehet csinálni a 12. héttől egészen a szülésig. Csak mindig az aktuális állapotodat figyelembe kell venni. Nyilván, akinek nagyobb a pocaki, az kevesebbet tud ezekből csinálni, akinek legkisebb, még úgy érzi, hogy a várandóság előtti lendülete, fizikuma jól megvan, az nyilván többet fog tudni megcsinálni belőle.